interjút, lemondtam a konzekvenciákat, elmondtam azt, hogy ez a választás. Valóban vesztettünk, az a stratégia, amit szerettünk volna képviselni. Nem hoztam meg a lájtéletményt, a magyar társadalom döntő többsége kiirányította az akaratát, és megérkezett Miklós Márton, most kell azokat említeni. Marci, ha volt ilyen eset... Egy percetek van. Hallod, amikor otthon vágod a videót otthon... Nagyon kérlek, hogy az adás egy után beszéljétek. De figyeljél már, amikor te otthon vágdosod a videót rólam, akkor az mi? Akkor az én személyiség jó, hogy azok nem sérülnek. Ha te most itt szemtől szembe vagy állítva pengelére, akkor... Nem, kérlek, hogy maradj itt, ennek sem értelme, kérlek, hogy menjetek ki. Ennek sem értelme nincsen, hogy bejönnek ide vendégek, és egy olyan közvetlék, hogy nincs értelme. Kijelentésekkel tartítva zsidózva kidobott egy étteremben, megjelent itt. Azért, mert Bede Zsolt ide hívta. Megkérdezte a szervezőkkel. Hazudsz! Ember! Felvétel, akkor mutasd meg! Mutasd meg! Nincs bizonyítékot! Ennek semmi értelme, arra kérlek Márton, hogy légy szíves, menjetek ki! Nagyon szépen kérlek, hogy menjetek ki! Mert nem tudjuk, hogy hogy volt ez valójában, és utána lehet lejátszani. De figyelj már! Otthon vagdosod a videót róla! Ennek sem értelme nincs, hogy bejött, hogy meg kell kérdezni. Mi mit bántott valaki téged? Szóban bántanak a furca rendőrségre? Ne tedd tököm is, most ki lehet fáradni. Én nagyon nyugodt vagyok, csak kérlek, hogy megkérlek, hogy innen. Azért, mert megkérlek, hogy zavarod a műsort, te nem vagy a műsor része. Én a műsor része vagyok, hetente kapom tőle a videókat. Tudod, hogy merre van a kiárat. Hetente kapom a videókat tőle, te engem ne utasítgassál, jó? Szépen, hogy hagyd el ezt a helyet. Ne tettünk. Mi a nevetséges? A saját csicskáitokat nem tudjátok. Milyen csicskát? Én... Mi az a csicska? Mi az, hogy csicska? Nem vagyok csicska. Pedesoltat is, vagy kérdezik. Mi az, hogy csicska? Vagdosod a videót róla. Vagdosod otthon. Amikor meg pengelére vagy állítva, akkor még te kislány összeszarod magad, bazd meg. Szégyen vagy. Ez a sajtószabadság nálad, hogyha te otthon a Facebookhoz és megvagdosod a videót, ahhoz neked sajtószabadság. Ha itt vagyok és a szemedben nézek, akkor meg be vagy szarva, bazd meg. Az elmúlt években nem volt. Vécses, engedd ezt a műsort. Kislány vagy, bazd meg, kislány vagy. De menjél ki, légy szíves, ne tettünk. Kérlek szépen, hogy...